Ilyen látványos támadások követték egymást a Losonczy István emléktorna mérkőzésein. A résztvevő csapatok tagjai jól ismerik egymást a nagypályáról, hiszen jelentős számban képviseltetik magukat a bajnokságok valamelyik gárdájában. Losonczy István a bonyhádi labdarúgás kiemelkedő alakja volt. A kispadról irányítva többször vezette sikerre aktuális csapatát. Úgy emlékeznek rá, hogy nagyon keményen követelt. Róla nevezték el a 24 esztendeje tartó kispályás bajnokságot. Egy nagyon erős és karakán egyéniség volt, szerette nagyon a játékosait, és mindig tűzbe ment volna értük. És bonyhádi foci fénykorában volt ő a bonyhádi csapatok az edzője, de egészen az NB3-ig jutott föl, akkor is a csapat volt, hogy kipottyantak a megye egybe, de akkor azonnal visszajutottak, és gyakorlatilag abban az időszakban még 5-600 ember járt Bonyhádra a mérkőzésekre. A Magyar Kupában, illetve volt egy Dunántúli napló kupa is, amiben rendszerint nagyon jól szerepelt a csapat, úgyhogy mindenki nagyon jó szívvel emlékezik rá. Annak idején közel 20 csapat mérkőzött meg a győzelemért, ezzel szemben idén összesen 8 alakulat küzdött a sikerért. Ez egy nagyon nagy hagyományokkal rendelkező torna. Én még fiatal játékosként szerepeltem az első pár alkalommal, és még a régi csarnokban, a régi kis csarnokban hatalmas mérkőzéseket játszottunk, és nagyon jó hangulat volt állandóan. A nézők mindig is kíváncsiak voltak itt Bonyhádon a jó focira, és gyakorlatilag mindig zsúfolásig megtelt a csarnok. Annyi most a változásos, hogy az új csarnokban nem látszódik annyira a tömeg, mert a kicsiben jobban összezsúfolva ültünk. És valamennyivel azért jobb is volt a hangulat. Most már sokkal nehezebb a mai világban, sokkal nehezebb terentornákat rendezni. Sajnos itt a két ünnep között is szerettünk volna tornát rendezni, de gyakorlatilag itt a környéken annyi lehetősége van a csapatoknak, hogy nehéz most már a csapatokat idehozni. Én azt gondolom, hogy mind a mai napig sikerül Pista bácsi emléke előtt adózni, és nagyon jó színvonalú torna a mai is. Kissé kevesebb csapattal, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, de a hagyományokat továbbra is fenntartjuk, és a cél az, hogy népszerűsítsük ezáltal is a teremlabdarúgást. A tornán résztvevő játékosok jelentős része aktív nagypályás. Így a teremtorna szolgálja az ő felkészülésüket is. Gyakorlatilag ide bárki nevezhet, nyilván megkülönböztetjük a profi, illetve a hobbi szinten sportolókat, de ez az a torna, ahol gyakorlatilag a profi szinten próbáljuk megszervezni, és profi körülményeket teremtünk a játékosoknak. A 20-40-es játéktéren gyakorlatilag a 4+1-ben játszanak a csapatok. Amatőr rendszerben 5+1-ben játszanak, de itt annyira gyors a játék, hogy a 4+1 elbírja, illetve a játékosoknak a fizikális, illetve technikai tudások is arra predesztinál minket, hogy inkább a 4+1-et erőltessük. A játékosoknak nagyon jó ez, hogy a nagypályás téli szünetben fent tudják tartani valamelyest az erőnléti állapotukat, fizikális állapotukat, illetve nyilván ők is szeretnek kispályázni. Vannak nagyon jó zsugások is, úgyhogy öröm egy ilyen csapat ellen játszani, akik tényleg jól játsszák ezt a teremfocit. Mindig visszatérő csapatok vannak, ezért is jó lenne néha egy új csapatot behozni, és jövőre nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Nyilván az az érdekes, amikor jön egy új csapat máshonnan, nem ismerjük őket, vagy nem ismerik egymást, és akkor azért kettőzött erőadással kell a győzelemért megharcolni. Úgyhogy jövőre is szeretnénk szervezni egy ilyen tornát. A 24. Losonczy István emléktornát idén a Beverném csapata nyerte, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte az alakul gárdáját.